Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Solyhoz Éló vagyok. Fő témáig néhány mondatban. Megölte újszülöttjét Somogyban, Pécsen enyhítettek az ítéletén. Kötekedett, el akarta rántani a kormányt, részeg fiatal veszélyeztette egy busz utasait. Érvek, kritika helyett zene, technóval nyomták el a politikus szavait az élő közvetítésben. Átadták a Horvát Szakkollégium új épületét, Pécsen 8 magyarországi horvát egyetemista kap szállást. Nem vár gyermeket szült, ezért megfojtotta a kisfiút az a somogyi nő, akit ezért 16 év börtönre ítélt a kaposvári törvényszék. A vádlott azonban fellebbezett, így a pécsi ítélőtábla tárgyalta másodfokon az ügyét. A pécsi bírói tanács úgy döntött, hogy enyhíti az elsőfokú határozaton. Vezetőszáron lábbilincsben érkezett az a nő a pécsi ítélőtáblára, akit újszülöttje megöléséért 16 évre ítéltek elsőfokon a kaposvári törvényszéken. Ez ellen fellebbezett, így a másodfokú döntést Pécsen hozták meg. A védelem arra hivatkozott, hogy a vádlott nem emlékszik tettére. A hormonok következtében olyan mentális zavart állapot állott fel, amikor is valójában nem tudja, hogy mi történik vele, és egy úgynevezett emlékezet kiesése van. Védencem a szakértők előtt elmondta, hogy a korábbiakban is az előző három terhesség alatt nagyon későn derült ki az, hogy egyáltalán terhes. Volt olyan szülése az előző háromból, amikor a korterem ajtajában jött világra a gyermeke, mert nem tudta, hol van, mit csinál. A vád szerint azonban a csecsemője megülésekor nagyon is tudatosan viselkedett, készültettére. Egy elhagyott épületbe ment, megszült a kisfiút, majd egy nadrág szárával megfojtotta. A holttestet egy műanyag zsákba rejtette és eldugta a helyszínen. A történtekről üzenetet is küldött férjének, mikor egy értesítés után rendőrök jöttek a házhoz és kutatni kell. A vádlott 2022. október 14-én a Viber alkalmazáson a férjének olyan üzenetet küldött, hogy a rendőrség nem mehet a házhoz, mert a vér, meg ami kijött belőle, ott van egy zsákban, azt el kell tüntetni. Rákérdezett, hogy anya, ugye nem egy baba van benne, erre a terhet a következőket írta. De nem egészen, csak ne lássanak vele, mert akkor halott vagyok és őrizetbe lesznek. Kérlek, segíts! Ezeken a kiegészítéseken megalapozottnak tartom a tényállást. Az ítélőtábla végül döntött a büntetéséről, megváltoztatva a kaposvári bíróság döntését. Akit változtatja meg, hogy a kiszabott szabadságvesztés tartalmát 10 évre enyhíti. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyja. A kiszabott szabadságvesztésbe a 2023. május 23 napjától a 2023. augusztus 31 napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt beszámítja. A pécsi bíróság figyelembe vette, hogy már három gyermeket nevelt problémák nélkül, mikor újra terhes lett. Az egyenes szándékot pedig nem tekintette súlyosbító körülménynek. Az egyenes szándékot soha nem tekinti súlyosító körülménynek, ezért ezt a bűnösségi körülményekből mellőzte a másodfokú bíróság. Összességében azt kell megállapítani, hogy a vádlott esetében az elsőfokú bíróság a cselekmény tárgyi súlyával és a vádlott személyében felismerhető társadalmi veszélyességgel arányban nem álló büntetést szabott ki, ezért annak a lényeges enyhítésére látott indokot a másodfokú bíróság, így a vádlott büntetését 10 év szabadságvesztésre enyhítette. Az ítélet jogerős. A 28 éves büntetlen előéletű Somogyban élő nő korábbi élettársi kapcsolatából két gyermeke, majd 2020-ban kötött házasságából egy további gyermeke született. A vádlott és a férje további gyermeket nem terveztek, ugyanakkor nem is védekeztek, így a vádlott 2022-ben teherbe esett. Ennek tényét azonban a környezete előtt tagadta. Belekötött az utasokba, cigizett, sőt a járművet is irányítani akart az a férfi, aki ellen nemrég emelt vádat a pécsi járási ügyesség. A nyomozás adatai szerint alkoholos befolyás alatt veszélyeztette a buszozók testi épségét, életét a vádlott. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.
Ez a komlói buszpályaudvar, ahová Pécsről akartak eljutni azok az utasok, akik 2022. decemberében az egyik járatra felszálltak Pécsen. Azonban az utazás nem alakult zökkenőmentesen. Az egyik felszálló ugyanis ittas állapotban inzultálni kezdte utastársait. Az egyik utasnak kivette a füléből a fülhallgatóját, a másiknak a fejét többször megütötte, illetőleg megfogta. Ekkor a buszvezető felszólította a férfit, hogy magatartását hagyja abba, illetőleg, hogy üljön a mellette lévő jobboldali első ülésre. A férfi ennek eleget tett, majd a busz elindult Komlóra. Menet közben azonban a férfi ismételten fölállt, illetőleg a többi utast is inzultálta, cigarettát kért, majd kapott is, és ezt követően rágyújtott a közlekedő buszon a cigarettára. Az autóbuszvezető ezt észlelve a buszt megállította, elkérte a férfitől az égő cigarettát, amit eldobott, majd felszólította a vádlottat, hogy üljön le és maradjon nyugton. Ezt egy ideig megtette, majd hosszú heténynél újra akcióba lendült. Akkor már a buszon tartózkodók testi épsége élete került veszélybe. A vádlott hirtelen fölugrott az első ülésről, majd a buszvezető mellé lépett, és ezt követően két kezével jobbra próbálta kormányozni az ekkor mintegy 60-70 km-es sebességgel közlekedő buszt. A buszvezető lélek jelenlétének köszönhetően erőteljesen más irányba kormányzott, illetőleg fékezett is, így sikerült tulajdonképpen a nagyobb balesetet, katasztrófát elkerülni, ugyanis bár az útpatkán áthajtott a busz, azonban még az árok előtt sikerült azt megállítani. Ezt követően a sofőr kihívta a rendőrséget, és véget ért a rémálomba illő utazás. Azonban az elkövetővel szemben vádat emelt a pécsi járási ügyészség. A vádlott magatartásával a buszon utazók életét, testépségét veszélyeztette, ezért a cselekménye a közlekedés biztonsága elleni büntet megállapítására alkalmas. Ennek a büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség az egyébként büntetlen előéletű férfival szemben próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt, a bíróság büntető végzésével ennek helyt adott, és 6 hónap börtönre ítélte, ennek a végrehajtását azonban 2 évre felfüggesztette. Az elkövető egy fiatal, 21 éves férfi. Az alkoholos befolyásoltság mellett nem vizsgálták külön, hogy esetleg valamilyen drog hatása alatt is volt a vádlott, mikor buszra szállt, tudta meg stábunk. Bár megkapta a szót, a kritikai felszólalás helyett zenét hallhatott az, aki nézte a pécsi közgyűlés keddi élő közvetítését az egyik napi rendi pontnál. Az ÖPE politikusa a közlekedési helyzetről fogalmazott meg kritikát az iskola kezdés közelettével. A Fidesz politikusa szerint tudatosan cenzúrázzák a jobboldali hozzászólásokat a pécsi közgyűlésben. Furcsa esemény, szem és fültanúi lehettek azok, akik a pécsi közgyűlés közvetítését élőben nézték kedden. A Pécs TV-n láthatják a testületi ülést az érdeklődők, azonban most más jellegű tartalom keveredett az eredeti esemény közvetítésébe. Kövér János frakcióvezető úr, a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. A valóságfertítésben tényleg nagy tehetségük van. Sikerült a polgármesternek most úgy válaszolni a feltett kérdésemre, hogy 18 helyen miért van feltúrva az út, hogy egyet kiemelt belőle, és mindjárt az államra mutatott, hogy az a hibás, aki fékoszírozó támogatja a közműfejlesztést. Miközben egyébként ugye ez egy keopály. Ez csak egy részlet a megszólalásból, aminek szöveges részét elnyomja a zene, amit többször elindítottak. Itt csak néhány mondatot, szófoszlányt lehetett érteni az ellenzéket képviselő politikus kritikus megjegyzéseiből. Ez még nem fordult elő közgyűlésen, hogy egy felszólalás alatt közvetítésre technózenét csúsztassanak rá. Úgyhogy ez egy új műfaj, új szolgáltatás gondolom, de viccet félretéve, egy szabad városban, ahogy Péter Fiatilla fogalmaz, ott a képviselőnek a véleménye az elhangozhat, főleg, hogyha sok embert képvisel, már pedig a közlekedés ügye az egész várost érinti, erről szólt a felszólalás. 18 helyen számoltak útfelbontást, kordont olyan helyeken is, ahol már nem dolgoztak, mondta a képviselő. Ezért kérte, hogy a szeptemberi iskola kezdésre tüntessék el ezeket. Így történhetett az meg, hogy mára el is tűntek itt a Nagy Lajos Király úton azok a táblák és kordonok,
amik akadályozták a közlekedést. Nincs ilyen szerencsék viszont a kertvárosiaknak, mert a Megyeri úton, a Nagy Imre úton és a Siklósi úton, tehát a főútvonalakon viszont hónapokig még ott maradnak ezek a korlátozások. Kérdeztük, hogy tervez-e valamit a történtek után. Küver János szerint ez még belefért. Lehet, hogy ettől a zenei aláfestéstől vették komolyabban a felszólalást, mert mára eltűnt jelentős része a kordonoknak a városban. Érdemes volt. A pécsi Fidesz képviselője szerint cenzúrázásról van szó. Azt gondoljuk, hogy itt egy nagyon tudatos és nagyon megfontolt elhallgattatása zajlik a pécsi jobboldalnak, és ennek ez az egyik eszköze, hogy a pécsi televízióban nem engednek bennünket szóhoz jutni. Én személyesen konkrétan tudok egy olyan esetről, amikor egy általam rendezett városi rendezvényen a pécsi televíziós tábja kivonult, és leforgatták úgy az eseményt, mintha az csak úgy magától megtörtént volna. A politikust, mint az esemény szervezőit nem említették, az anyagban sem látszik, panaszolta Barkóczi Csaba. A közgyűlési közvetítésről, illetve a zenei bejátszásról pénteken tudjuk megkérdezni az önkormányzati tévét. Péntektől Baranya, Jász-Nagykunszolnok és Veszprém vármegyében is az új egységes rendszerben biztosítják az ügyeleti alapellátást a betegek számára, közölte az Országos Mentőszolgálat csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint az új háziorvosi alapellátási ügyelet központi telefonszáma felnőtteknek és gyermekek esetén is 1830, amelynek hívásával a beteg szakszerű tanácsot kap szükség esetén a tartózkodási helyére, ügyeleti autót vagy életveszély esetén azonnali mentőt küldenek, bármely településen is tartózkodjon az ellátásra szoruló. A telefonszáma teljes ügyeleti időszakban hétköznap 16 és reggel 8 óra között, szombaton és vasárnap ünnepnapokon egész nap hívható, jelezték. Ünnepélyes keretek között átadták a Kollégium Kroatium Horvát Szakkollégium új épületét Pécsen. Az intézmény korábban horvát nemzetiségi óvoda volt. A szakkollégium Budapesten 6, Pécsen 8 magyarországi horvát egyetemista számára tud szállást és programokat biztosítani. Az avató ünnepségen többek között Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is részt vett. Újabb épülettel szépült Pécs városa, felavatták a horvát kollégiumot. Az országos horvát önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett az utóbbi időben az oktatásra. Ebből a szempontból nagyon fontos volt a jó néhány évvel ezelőtt megalapított horvát metodikai központ. Most a budapesti után Pécsen is megnyílt a Kollégium Kroatium horvát szakkollégium új épülete. Budapesten 6, Pécsen 8 egyetemista számára tudnak szállást és programokat biztosítani. A szakkollégiumot illetően úgy gondoltuk, hogy a középiskolát befejezett fiatalok néha úgy elkalódnak, az identitásukat elvesztik, és szerettünk volna nekik biztosan egy olyan lehetőséget, hogy nem csak szállást, hanem különböző programok, különböző rendezvények, különböző előadások keretében az anyanyelvüket, az identitásukat erősíteni, és reményeink szerint valamikor a jövő horvát értelmiségét kinevelni. Csizmadia Péter, a pécsi közgyűlés fideszes önkormányzati képviselője is támogatta szavazatával a kollégium felújítását. A frakció vezető elmondta, a pécsi horvát közösség és fiataljaik egy nagyon színvonalas és minden igényt kielégítő lehetőséghez jutottak most az új kollégium által. A lehető legmagasabb iskolai végzettséggel, szakmai képzettséggel indulhassanak majd az életbe, és remélhetőleg képzeljék el itt Pécsen a családalapítást és a pécsi jövőt, annak érdekében, hogy Pécs színes közösségét továbbra is jelentős számú horvát lakosság alkothassa, hiszen én azt gondolom, hogy Pécsnek a sajátossága ez a fajta sokszínűség, ez a fajta nemzetiségi hovatartozástól független együttműködésre képesség, amelynek nagyon-nagyon fontos építőkövei a pécsi horvátok. Az avató ünnepségen Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is részt vett. Ez az épület most belépett abba a felújítások sorába, amely a horvát közösség részéről az elmúlt években megvalósult. Így a horvát színház beruházása és megszépült, illetve bővült a Miroslav Kreleza iskola is, mondta Soltész Miklós államtitkár. A horvát közösségnek itt Pécset, illetve Baranyában megvan az a lehetőség, hogy akár óvodában, akár általános és középiskolákban
tanulják a horvát nyelvet, elsajátítsák kultúrával együtt, de ugyanilyen fontos az is, hogy utána itt maradjanak Pécsett, az itteni egyetemeken végezzenek, és utána szolgálják akár a várost, akár az országot, akár magát a horvát közösséget. De hogyha van egy olyan lehetőség, mint ez a kollégium, amely szakkollégiumként működik, mely mégis többet tud adni, mint egy sima kollégium, akkor még inkább azt kell mondani, hogy megérte ez a beruházás, és ezt szolgálja az itteni épület. Mind a mellett, hogy besegít a horvát oktatási központnak a munkájába ez az épület, és besegít egyébként egy kiállító teremmel is a közösség életébe. A pesti telephelyű kollégium Kroácium horvát szakkollégium már sikeresen működik. Fiataljaik tavaly bekapcsoltak a horvát kulturális társadalmi életbe. Ezt remélik a pécsi horvát kollégistáktól is. Az országos horvát önkormányzat azért választotta ezt a két várost, mert Budapesten tanul a legtöbb magyarországi horvát egyetemista, Pécsre pedig Vas és Zala vármegyéből is érkeznek, illetve a napokban már be is költöznek a horvát fiatalok. Stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján csütörtökön. Azt írták, a 34. héten a koronavírus örökítő anyagának szennyvízben mért országos átlagkoncentrációja stagnált. Hozzátették, a helyszínek háromnegyedét stagnáló tendencia jellemzi, emelkedés figyelhető meg Debrecenben, Győrben és Zalaegerszegen. Csökkenés látható Budapest délpesti szennyvíztisztító telepének ellátási területén, valamint Szekszárdon és Szombathelyen. Pirgosszal zárták a nyarat a görögök Pécsen, nem csak a pécsi görög önkormányzat tagjaival telt meg szerdán este a Széchenyi tér. Rengetegen szeretik a görög dallamos muzsikát, és a táncház sok pécsinek amúgy is kedvence. Fiatalok, idősek, magyarok és külföldi diákok, gyerekek, táncosok és laikusok együtt léptek a ritmusos dallamokra. A Pirgosz már 20 éve jár Pécsre a görög önkormányzat meghívására. Kiváló kapcsolatot ápolnak egymással, a zenekar ősi népszerű dallak a régió híreivel folytatjuk. Még nincs 5 éves, de már most egy igazi hős a Kajdacson élő Laura. A kislány születése után súlyos agyvérzést kapott, és úgy tűnt, soha nem lesz képes lábra állni. A szülei azonban nem adták fel, és speciális tornára járnak, aminek köszönhetően látványosan javul az állapota. A kezelés több mint 1,2 millió forint évente, ezért minden támogatásra szüksége van a családnak. Igen. 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 Mit szeretnél? Melyiket képest? Ez? Az állást gyakorolja Laura. A 4 éves kislánynak még ezért a mások számára alapvető dologért is kőkeményen kell küzdenie. Ő ugyanis születése óta súlyos beteg. Agyi bénulást követően látta meg a napvilágot, emiatt nem beszél, nem jár, de egyelőre még felállni sem tud önállóan. Az állapota ugyan kismértékben, de folyamatosan javul. Májusban ugyanis Spanyolországban speciális műtéten esett át, Szekszárdon pedig hosszú ideje foglalkozik vele profi gyógytornász. 6 hetente jönnek intenzív tréningre, ami azt jelenti, hogy a hét minden napján jönnek ide hétfőtől péntekig, és egy 90 perces foglalkozása van ilyenkor. Az első 45 perc egy manuális lazítás, és a második 45 perc aktív tornán be a Terratox nevű ruhába, ami egy speciális ruha, arra szolgál, hogy egy plusz ingert ad az egész idegrendszernek, gyorsítja a tanulási folyamatokat, hogyha kell, akkor testhelyzetet lehet korrigálni ezekkel a plusz gumis hevederekkel. A szakember azt mondja, Laura állapota nagyon sokat javult, amióta rendszeresen foglalkozik vele. A kislány egyensúlyérzéke alkalomról alkalomra fejlődik. Csak hogy így példát is mondjunk, van egy ilyen lovacskás gépünk, hát amikor először Laura ráült, akkor az nagyon-nagyon nem tetszett neki, most már mosolyogva végigcsinálja rajta a feladatokat. A folyamatos kezelések viszont nem kevés pénzbe kerülnek, ami nehéz helyzetbe hozza a családot. Mivel Laura édesanyja egész nap a kislánnyal van, ezért egyetlen fizetésből kénytelenek élni, amit a család fő visz haza. A kezelések folytatásához nagyjából 1,2 millió forint támogatásra lenne szükségük. Ebből egy évig biztosítanák a gyermekfejlesztéséhez szükséges foglalkozásokat. Azt kérik, aki tudja, támogassa őket bármekkora összeggel. Van egy szinten tartunk, ami heti egy alkalom, és 6 hetente van egy intenzív torna,
ami abból áll, hogy az, a szinten tartunk, az a heti egy alkalom, az 12 ezer forint, és az intenzív, az az egy hét, az pedig 5 nap, minden nap, az 65 ezer forint. A család tehát minden támogatásnak nagyon örül, hiszen pénzre van szükségük Laura fejlődéséhez. Jó hír, hogy a gyógytornásza szerint a kishős hamarosan megtanulhat önállóan segítség nélkül állni. Ha ez megtörténik, természetesen bemutatjuk majd Laura fantasztikus teljesítményét. Ismét a normál rend szerint dolgoznak a vármegyei bíróságok, véget ért ugyanis az ítélkezési szünet. A szexuális törvényszéken a már megszokott időben szerdánként tartják az ügyfélsegítő napot 8 és 12, illetve 13 és 16 óra között. Véget ért Tolna vármegyében a nyári ítélkezési szünet, így a bíróságok ismét a régi rend szerint működnek tovább. Ebben az időszakban egyébként minden törvényszéken ügyeleti rendszer működött, kizárólag a sürgős, soron kívüli tárgyalásokat tartották meg ez idő alatt. Az ítélkezési szünet zökkenőmentesen zajlott le megyénkben, a szekszárdi járásbíróságon az ügyeleti rendszernek köszönhetően a nyomozási bíráink, illetve az ügyeletes bíráink ellátták a feladatukat, a panasznap vagy ügyfélsegítőnap szintén szünetelt a vidéki bíróságokon, azonban a szexuális járásbíróságon szintén biztosítva volt az ügyfelek számára, hogy jegyzőkönyvben mondhassák kereseteiket. Augusztus végétől azonban az ítélkezési szünet véget ért, és a normál rendben dolgoznak tovább a vármegyei bíróságok. Szeptembertől kezdődően a tárgyalási rend visszaáll a régibe, tehát akinek idézése van, akinek valamilyen eljárási cselekménye meg kell jelennie, az a normál rend szerint a bíróságokon megjelenhet, sőt kötelező is a megjelenés. A panasznap vagy ügyfélsegítő nap szintén most már működik minden vidéki járásbíróságon, tehát adott járásbíróságon hetente egy napra lehetőségük van az ügyfeleknek arra, hogy jogi képviselő nélkül eljárva panaszaikat, jogi kereseteiket, jogi problémáikat megosszák az ott dolgozó jogász kollégákkal, akik segítenek ezen ügyintézésben is. A szexuális járásbíróságon szerdánként tartják az ügyfélsegítő napot 8 és 12, illetve 13 és 16 óra között. A várakozási idő csökkentésének érdekében időpontfoglalásra is van lehetőség, a bíróság honlapján található elérhetőségem. Elfogató parancsot adtak ki egy 31 éves szexárdi férfi ellen, aki már több alkalommal elszökött a rendőrök elől, volt, hogy külföldre. Az ügy még 2019-ben indult egy verekedés kapcsán. Végül kiderült, hogy a gyanúsítottnak már többször meggyűlt a baja a törvénnyel. Többek között drogot árult, és azt fogyasztotta is. Még 2019-ben egy családi vitával indult, majd több szálon futottak az események abban az ügyben, ami a napokban fejeződött be a szexárdi rendőrkapitányságon. Egy júniusi estén érkezett a bejelentés az egyenruhásokhoz arról, hogy egy portán verekedés van. A helyszínre kiérkező járőröknek az egyik érintett elmondta, hogy korábban véleménye szerint nem megfelelő minőségű anyagot vásárolt az ott lakóktól, és ezt sérelmezve tért vissza. Ebből alakult ki a veszekedés. Később több szálon indult meg az ügyben a nyomozás. A nyomozók több portán kutatásokat tartottak, különböző kábítószernek tűnő anyagot foglaltak le, illetve ezek csomagolására használó eszközöket. A bizonyítékok alapján egy az elkövetés idején 31 éves szexuális férfit többféle bűncselekménnyel is meggyanúsították. Egyrészt szerhasználó volt, másrészt ebből másoknak is értékesített, illetve egy alkalommal egy ismerőse autóját is elkötötte, és azzal szerhatás alatt balesetet okozott, 1800 ezer forintos kárt okozva, de nem ez volt az egyetlen eset, amikor bódult állapotban ült a volán mögé. Az eljárás befejezését nehezítette, hogy a férfi többször elköltözött, előbb csak a vármegyén belül, aztán külföldre menekült. Első hazatérésekor a repülőtéren elfogták a rendőrök, de karanténba került, ahonnan ismét a határon túlra szökött, ezért jelenleg elfogató parancs van érvényben ellene. A szexádi rendőrkapitányságon befejezték az ügy vizsgálatát és az iratokat vádemelési javaslattal átadták az illetékes ügyészségnek. Híradónk végén baranyai témáig még egyszer röviden. Megölte újszülöttjét Somogyban, Pécsen enyhítettek az ítéletén. Kötekedett, el akarta rántani a kormányt, részek fiatal veszélyeztette egy buszutasait. Érvek, kritika helyett zene, technóval nyomták el a politikus szavait az élő közvetítésben. Átadták a Horvát Szakkollégium új épületét. Pécsen 8 magyarországi horvát egyetemista kap szállást.
Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb helyenként északnyugaton alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Többfelé élénk lehet a szél. Hajnalra helyenként páraköd képződhet, reggel 16 és 20, délután 24 és 29 fok között alakulhat a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!